Felkérem Tóbiás Józsefet, az MSZP elnökét, tartsa meg előadását, Társadalmi kihívások 2018 címmel. Tisztelt kongresszus, kedves barátaim, engedjétek meg nekem, hogy mielőtt hozzáfognánk saját ügyeinkhez, valamint Magyarország ügyeihez való foglalatosságunkhoz, hadd tájékoztassalak benneteket arról, hogy a Magyar Szocialista Párt országos aláírásgyűjtésbe kezd. A kongresszusunkkal egy időpontban társaink, barátaink megkezdik ezt a munkát, szórólapot osztanak, aláírásokat gyűjtenek. Átadom a szót Komjáth Imre elnökségi tagtársamnak, hogy ismertesse a követelésünket. Kedves elvtársak, kedves barátaim! Nehéz megszólalni. A szegénységnek nincs romantikája. Így fogalmazott egy barátom. Ahol szegénység van, ott zöld penészes falak vannak, és a családok egy szobába húzódnak össze, hogyha fáznak, és ott bizony nem Makovec stílusú kályhában lobog a láng. Ezért, hogy a nagyobb elszegényedést megakadályozzuk, a pénzt a népnek kell adni. Lóg a belem, annyit gürizek, hallom a gyermekeim tanárnőjétől, óvodai nevelőjétől. Rám omolnak, rám roskadnak a sárga csekkek. Hallom a szociális munkástól, a mentőstől, az ápolónőtől. Nekik kell adni a pénzt, mert ők azok, akik szolgálják ezt az országot, akik működtetik ezt az országot. Márpedig Magyarország nem egy szegény ország. Látható, hogy van itt pénz, van stadionra, van kisvasútra, van a miniszterelnök hobbiára. Nekik kellene adni a pénzt, és nem ezekre a dolgokra kellene költeni. Kunfi Zsigmond, aki Károlyi Mihály kormányában népjóléti miniszter volt és munkaügyi miniszter, november 16-án 1918-ban úgy fogalmazott, nekünk nem kell az a politikai demokrácia, amely mellett megmarad a milliók nyomora és szegénysége néhány tízezer javára. Nekünk a politikai demokrácia eszköz arra, hogy annak minden szabadságjogát kihasználva a nagy tömegek az ő gazdasági jólétüket megalapíthassák. Nem politikai demokrácia az, ahol 12 órát kell dolgozni nyomorult munkabérér a tömegeknek, mialatt mások munkanélkül nagy jövedelmekhez jutnak. És mi szocialisták mit mondunk most 2015-ben? Mi azt mondjuk, hogy nekünk nem kell Orbán Viktor hagymázas álmainak illiberális demokráciája. Nekünk nem kell Orbán Viktor burzsúj demokráciája, amely felosztja a nemzetet kegyencekre és kegyetlenül közmunkára rugdosottakra. Nekünk nem kell az ő burzsúj demokráciája, amely csak a haverokat támogatja, és közben a szegénység a gyermekéhez is az pedig egyre nő. John Steinbeck, amerikai író, azt mondta, hogy a kapitalizmus az megnyomorítja a munkások lelkét. Úgy fogalmazott, hogy a szomorúság az megöli a lelket, és gyorsabban öl, mint a bacillus. Márpedig Orbán Viktor nemzeti együttműködési rendszere létrehozta azt, hogy ma Magyarország a szomorú lelkek hazája. Mert azok, akik ezt az országot működtetik, azok nem érzik magukat a középosztályhoz tartozóknak. Akik ezt az országot működtetik, azok számára a középosztály a német és az osztrák munkás jelenti. Akik tisztességes munkáért tisztességes fizetést kapnak. És mi jut nekik? A szégyen. Az, hogy hiába gűriznek, hiába lógok belük a munkától, akkor sem jutnak ötről a hatra. A Magyar Szocialista Párt ezért azt mondja, hogy a pénzt oda kell adni a népnek, azoknak, akik ezt az országot működtetik, akik ezt az országot szolgálják. Ezért követelünk fizetésemelést a közszolgálatban dolgozóknak, az ápolónőknek, a mentősöknek, a katonáknak és mindenkinek,
mindenkinek, aki ezt az országot működteti. Mert a társadalmi igazság azt követeli, hogy ne a miniszterelnök hobbijára költsünk, hanem rájuk. Márpedig társadalmi igazság nélkül nem lesz társadalmi béke. A munka, a kenyér és a tisztességes munkáért kapott tisztességes fizetés az, amely megteremti Magyarországon a nyugalmat és a társadalmi békét. Ezért dolgozik a Magyar Szocialista Párt frakciója, a szakpolitikusok ezért dolgoznak, az aktivisták kint az utcán. Úgyhogy én most idézem kedvenc zenekaromat. Le az utcára, ki a térre, senki sem lökhet félre. Aki úgy gondolja, jöjjön utána. Imre, ahogy kell.